Lelkes fiataloknak köszönhetően felpesdült az élet a Velseci Petőfi Sándor Kultúregyesületben. Virág Klára, az egyesület titkára derekasan kiveszi részét a munkából. Közösen csinálunk mindent a Kultúregyesületben, és igyekezzük megőrizni a magyar hagyományokat, ápoljuk a magyar kultúrát, énekelünk, táncolunk, minden, amit a magyar ember csinál. Különböző szakcsoportokat vezetek, és részt veszek minden szakcsoportban, a kórustól kezdve a tánccsoportig, az anyanyelvápoló csoportot vezetem, különböző alkalmi műsorokat készítünk, táncokat, a gyerekekkel foglalkozunk, és magyar nyelvet tanítunk nekik, népdalokat énekelünk. A háztartási és családi feladatok mellett szinte minden estéjét a helyi művelődési élet megszervezésével tölti. A tevékenységbe családját is bevonta. Van egy kisfiam, 8 éves, és ő is nagyon szeret ott lenni, és ő is mindenben részt vesz, alkalmi műsorokban, énekel, verset táncol, ott van velem. És a férjem is, ő is megtalálta a helyét, ő a sportszakcsoportban vesz részt, asztali teniszeznek, a többi sportolóval, és nagyon jól érezik magukat. Régi álma, hogy tanulja és tanítsa a magyar nyelvet, ezért a belgrádi hungarológiai tanszékre iratkozott. Arra fogok törekedni, hogyha a Magyar Nemzeti Tanács tagja leszek, hogy a magyarok Délbánátban minél nagyobb számban maradjanak meg magyarnak. A nemzeti tanácsi választásokon a Magyar Összefogás listáján szereplő Virág Klára fő célja egy magyar művelődési központ létrehozása Versecen.